derekán, vittél mindent magad után. Mikor először haraptad a szám, tudtam már, hogy mi vár rám. Ha a vihar tombol, nincs határ, nincs ellenség, nincs barát, az életedben nincs szabály. A szemem, mert ide jöttél. Cseng-cseng-cseng-cseng, a fülem, mert belenyögtél. Söpör víg, rajtam hurrikán. Söpör víg, rajtam hurrikán. Söpör víg, rajtam hurrikán. Söpör víg, rajtam hurrikán. Együtt pörgünk, mégis mennél már, húz a véred, új kaland vár. Ha csak kicsit-kicsikét csillapodnál, mondanám, hogy maradjál. De a forgó szél nem nyughat soha, nem lassulhat, nincs otthona. Repülj tovább, találj mást, olyat, aki bírja a sok forgást. Ra-ra-ránk-ránk a szemem, mert tova tűntél. Cseng-cseng-cseng-cseng a fülemben, ahogy nyugtél. Antal és Márton a vendégeim, sziasztok! Szia-szia! Sziasztok! Mielőtt konkrétan erről a klipről és az új lemezről beszélgetnénk, azért az fontos megemlíteni, hogy ti már 16 éves korotok óta együtt muzsikáltok. Így van, tavaly óta. Tavaly óta, különböző formációkban. Mi az, ami összetart titeket ennyi ideje? Hát egy ilyen nagyon régi módi barátság nevű sztori, tehát hogy ez úgy kezdődött, hogy 16 éves koromban én gimit váltottam, és leültem mellé az első óránkor, ami angol óra volt, és hát azóta még mindig egymás mellett ülünk. Aztán elkezdtünk zenélni, ilyen Take Death, meg Tréfa, meg minden, nagyon sokféle zenekarunk volt, és hát eljutottunk a Bácsi Kéremig, amivel most megjelent az első albumunk, Spotify-on, iTunes-on, YouTube Music-on, mindenhol lehet hallgatni. És ugye nagyon, PR szöveg is jöjjön. És egy nagyon izgalmas műfaji megjelölést is használtok, ugye ez az elporok, ez mit jelent pontosan? Igazából azt szoktuk mondani a saját zenénkkel, hogy ez elektronikus populáris rock, és ennek a rövidítése ez a bizonyos elporok, de hát az igazság az, hogy nagyon széles körben szeretjük a zenét, nagyon széles a zenei ízlése minden zenekari tagnak, és ezt próbáltuk valamilyen módon átültetni a zenébe is, és akkor ezt megpróbáljuk így a könnyű zene határain belül a lehető legszélesebb utat bejárni a zenénkkel. És ugye ennek a gyümölcse a Dallamtapadás című új lemez. Egy kicsit az alkotói folyamatról meséljetek, hogyan születtek a dalok, mikor kezdtétek el írni a lemezt? Volt olyan dal, ami már 7 éve megszületett, mert akkor is volt egy zenekarunk, ami aztán két tag kiköltözött külföldre, és akkor ott egy picit szünetet tartottunk, de hogy azért is lett Dallamtapadás a címe, mert egyrészt szeretnénk, hogy a hallgatók fülébe tapadjanak a dalok, másrészt meg nekünk betapadtak, tehát van, amit már hosszú ideje hordozunk magunkkal. Az alkotói folyamat az általában úgy néz ki, hogy próbateremben riffek születnek, vagy valaki lehoz valamilyen témát, amire azt gondolja, hogy ez most jó lesz, mondta, egy picit közösen farigcsáljuk,
próbáljuk, és akkor utána azt fölvesszük, már magát a zenét, én akkor elvonulok, írok rá egy szöveget, azt megmutatom, kiröhögnek, visszamegyek, megírom újra, és akkor egy idő után ilyen közös farigcsálásra jutunk odáig, hogy oké, ez jó, mehetünk producerhez, és akkor hát nekünk a célkitűzésünk volt, hogy kifejezetten fiatal producerekkel dolgozzunk együtt, tehát hogyha már mi vének vagyunk, mint az országút, ezért is lettünk ugye Bácsi kérem, akkor azok, akik ilyen új szellemiséget, meg új hangzásokat tudnak hozni, azok legyenek körülöttünk. Úgyhogy így például a Hurricane című dalnál Fehér Hollóval dolgoztunk együtt, a rendszeres vendég nálatok is, nem tudom én, 20 és 21 között valahol. Ez egy nagyon ritka hozzáállás, mert ugye azt szokták mondani, hogy hát fiatalok, oké, hogy de ők már más irányt képviselnek, és mondjuk mi nem ezt szeretnénk követni, és ez tök jó, hogy valahogy nyitottak vagytok az újra. Ugye a felállásról egy kicsit meséljetek, mert ugye az nem olyan régen alakult ki a Bácsi kérem zenekarnál a jelenlegi. A felállás teljesen klasszikus, tehát a dob, basszus, gitár és ének felállásban vagyunk, és pont ezt szerettük volna a fiatal producerekkel egy kicsit maivá, moderné tenni ezt az egyébként klasszikus hangszerekkel játszott zenét, úgyhogy ez is volt a célja annak, hogy producerekkel dolgozzunk. Ugye az egyik ilyen dallamtapadós szerzemény a Hurricane, ennek a klipjét láthattuk az imént. Na miről szól ez a dal, hogyan született, és hát ugye ehhez egy nagyon érdekes képi világú, ilyen szuper lassít felvételekkel ellátott kisfilmet is forgattatok. Így van. Az első kérdés az egy szerelemről szól. Milyen meglepő egy popdalnál, hogy a szerelemről szól, ugye? Ráadásul az ilyen keményebbről, tehát mindenkinek az életében szerintem van olyan, ami picit meggyötri őt, és így élvezed is, fáj is, és egyszerre így sokféle dolgot élsz át, és ez erről szól, amikor hát esetemben ugye érkezik egy lány, ez egy ilyen gondolatkísérlet volt, és akkor tudod, hogy itt baj lesz, de nem tudsz nem belemenni, aztán kicsit örülsz, hogy megy el, de közben szép emlékeket hagy, és akkor ezt szerettük volna megjeleníteni a klipben is, és azt találtuk ki, hogy csajok kínozzanak bennünket, ez most így a Me Too idején azt szerintem egy teljesen mai gondolat, és akkor ugye a zenekar környékén lévő barátokat kértünk meg arra, hogy jöjjenek, Dia, Lea és Palmira, a Palmira, aki egyébként énekesnő is, jöttek segíteni nekünk, és az egyik barátom Jankai Krisztián dolgozik a Spotify stúdióban, ő kifejezetten ilyen, amikor kaja reklámok végén ilyen lassítva csöppen, meg az eper találkozik a csokival, meg az összes ilyen, az sok minden készül náluk, és akkor arra gondoltunk, hogy ezek a idézőjeles kínzások, ezek szuper... Idézőjeles, mert valójában lehet, hogy élveztétek is. Nem. Nem volt olyan jó? Nem, tehát a klip az 3 perc, de azért abban csak a pofoszkodós rész volt 2 óra. Tehát amikor a... Komolyan? Igen, amikor a 15-et kapod, hogy a fejed így oldalra megy, és akkor mondjuk, hogy nem, erősebben üsd meg Palmira, de akkor fog jól kinézni. Szegényké meg, de nem merem! Tehát, hogy... Azért másnap nekem így állt a fejem, és ez most konkrétan 2-3 napig beállt a nyakam tőle. Azt jól tudom, hogy amikor legutoljára itt jártok az Én vagyok ittben, akkor Fodor Imre kollégám azt mondta nektek a végén, hogy hát akkor hajrá, és várjuk az új lemezt, és hogy ez egy nagy lendület volt ahhoz, hogy akkor ezt tényleg el is készítsétek? Én akkor visszakérdeztem, hogy van-e még olyan, hogy lemez? Mert hogy egyébként azt látni most már mindenhol a világban, hogy ilyen szinglöket hoznak ki egyenként, videoklippeket csinálnak, aztán maximum majd, amikor már kijött annyi, akkor rásütik a bélyeget, hogy az lemez. De aztán kimondta, és ez így elkezdett piszkálni bennünket. És végül is a korunkból fakadóan mi még csinálhatunk egy nagy lemezt, úgyhogy bakancslistás volt, úgyhogy Iminek innen is köszönjük szépen, megcsináltuk, jelentjük, kész a dallamtapadás. Ez bakancslistás volt, és ezt ki is pipálhatjátok, de mik a további tervek, akár ennek a lemeznek az anyagával? Mindenképpen szeretnénk bemutatni a lemezt élőben, színpadon. Nyilván erre most az utóbbi időben nem nagyon volt lehetőségünk, még a próbákat is el kellett hagynunk, de most nekilátunk, és szeretnénk még a nyáron egy lemezbemutató koncertet tartani, és aztán a lehetőség szerint minél többször bemutatni egy élő. Hát kicsit nagyképűen megpróbálunk egy showt létrehozni, hogy ez nem csak egy zenei előadás legyen, hanem hogy egy kicsit valamilyen... Zenés cirkusz. Esztrád műsor. Ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni, de egy kicsivel megpróbálunk többet adni, vagy nagyobb élményt, vagy szélesebb körülményt, mint egy egyszerű koncert, és erre próbálunk most felkészülni a nyár elején. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Szépen.